Sziasztok! Megint a Fábiánál járunk. Igaz, már szét van bontva, de majd azt fogom mutatni, hogy kell összerakni. És akkor látjátok, hogy kell szétszedni. Szét van bontva. Féklámpa kapcsolót cserélünk benne, ami ott van a helye. Ez a féklámpa kapcsoló helye. Úgyhogy oda rakjuk be mindjárt a féklámpa kapcsolót. Nézzük meg, hogy néz ki. Na, itt van a féklámpa kapcsolónk, aki nem látott még ilyent, megnézheti, így néz ki, vadonás új, azt mondja, hogy ő lenne az, azt mondja, hogy Germany, úgyhogy ezt rakjuk be, nézzük meg, hogy rakjuk be. És utána hogy rakjuk össze, és akkor már is kiderül, hogy lehet szét is szedni. Nézzük! Na, szóval oda kell beraknunk a féklámpa kapcsolónkat. Ugye megpróbáljuk oda berakni. Úgy. És akkor így szedjük ki, tehát el kell forgatni. Na, hol vagy? Itt van, hogy van két kis puca, azt kell elforgatni, és akkor úgy rakjuk be, tehát még egyszer berakjuk, elforgatjuk, és ennyi. Ennyi. Csatlakozót kicsit nehéz földugni, mert ott van ez a levegőcső, úgyhogy nem mondom, hogy könnyű, de elméletileg meg kell próbálni. Ezt nem tudom kamerázni, mert egyik kezemmel el kell húznom azt a levegőcsövet, és úgy tudom rádugni, de mindjárt rádugom, kipróbáljuk, és akkor utána összerakjuk, mutatom, hogy kell összerakni. Mindjárt pillanat. No, az Istennek nem tudtam rádugni oda a csatlakozót, úgyhogy ezt a szellőzőt, légbefúvót el kellett távolítani. Most próbálom megmutatni, ott van egy csavar, azt kiszedtem, és akkor el lehet húzni egy picit, akkor ez így mozog, és sőt, ki is lehet így szedni, így, és akkor végre normálisan hozzá lehet férni. Ezt ki kell szedni, én ajánlom, hogy szedjétek ki. Mikor szeditek szét, én nem szedtem szét, és ugye oltári szívás is volt, mert így csak megfogjuk, rádugjuk, és elméletek bent is van a féklámpa kapcsoló, úgyhogy most már csak le kell teszteljük. Tehát még egyszer mondom, ezt a levegő szart innét ki kell szedni oldalról, mert egyszerűen nem lehet normálisan hozzáférni, csak kínszenvedés az egész. Úgyhogy az mindenféleképpen érdemes. Na, teszteljük le, hogy jó-e. Nyom meg akkor azt a fékpedált, nézzük, hogy jó-e. Jó, oké, szuper. Akkor ez is jó, na rakjuk össze. No, akkor rakjuk vissza a szellőző csatornát. Elhelyezkedünk, és akkor na várjatok, hogy a francba mutassam, hogy még lehessen is belőle látni valamit. Úgy, és akkor gyakorlatilag félkézzel csak segget lehet törölni, úgyhogy mindjárt berakom ide, aztán jövök. No, sikerült nagy nehezen visszaraknom, és azt mondja, most visszarakjuk ott azt a csavart is. Mutatom, tehát arról a csavarról beszélek, ami fogja ezt a
csatornát, és ugye itt nagyon, nagyon nagy olyan hely lenne rádugni, hát az szinte lehetetlen. Úgyhogy ezt itt meghúzzuk, azt a csavart, és akkor ez így jó, és jön a nagy burkolat, akkor mindjárt. No, akkor rakjuk fel az alsó műanyagot. Ide kicsit beszorítottuk. Ezt az egész mindenséget le kellett bontani hozzá. Tragédia. Úgy, és akkor itt van egy fül. Ennek kell beakadni. Ezen az oldalon meg nem tartja semmi. Összedugtam a világítást, világítás kapcsolót, meg föl kell dugni majd ezt a klímát oda, de először be kell akasztanom ezt az egészet a helyére mindjárt. És akkor itt vannak a csavarok, egy kell ide, ezt nem mutattam, hogy ezt is le kellett bontani hozzá. Úgyhogy egy csavar ide, ezt meghúzzuk, egy csavar megy oda, úgy, ott is van egy csavar hely. Múni az? Igen. Mondjad már neki, hogy ne ide álljon, hanem oda, a lukba. Ne. Úgy. Szóval beraktuk ide is egy csavart, és akkor rakjuk a többit. Ott van egy, meg oda is kellenek. Úgyhogy rakosgassuk be ezeket a csavarokat. Na, elkurult. Betekertük oda, majd még természetesen meg fogjuk húzni, és akkor még itt is vannak, itt is van kettő, egy itt, úgy, és akkor egy utolsó, meg itt. Tehát akkor még egyszer mutatom a csavaroknak a helyét. Itt van kettő, itt van egy, itt van egy, itt van egy, itt van egy, és ott van egy. Úgyhogy fönt van, már csak meg kell húzni, és fönt van az alja is. A műszerfalnak meg a takarófedél. Na, és akkor visszapattintjuk ezt a fedelet. Ez semmi extra. Van ott egy ilyen bepattintója. Meg itt is azt be kell dugni. Bedugjuk így. Így. És ennyi. És akkor még utolsó fedél. Az oldalsó.
fedél. Ezt is berakjuk. Na, hogy beakasszuk azt a három fület, és akkor ez föl. Na, és műszerfal össze is van rakva, Fábia, úgyhogy ennyi, féklámpa kapcsoló, off, illetve féklámpa kapcsoló megvan, Skoda Fábia volt, féklámpa kapcsoló csere, hello, sziasztok!